Tisztelt Diósdiok, kedves barátaink! A Procivitate a Városért Egyesület nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Sajnos a tavalyi év után ismét egy rendhagyó nemzeti ünnephez érkeztünk, és nincs mód arra, hogy személyesen találkozzunk, és róljuk le tiszteletünket a 48-as, 49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt. Egyesületünk ezért így online formában kíván tisztelegni hőseink előtt, és az a megtiszteltetésért bennünket, hogy Eperjes Károly, Kossuth és Jáffai Maradj Így Ez színművész, akit többek között a Hídember című filmből is ismerhetnek, elvállalta, hogy elmondja gondolatait a forradalomról és szabadságharcról. Ezúton is köszönjük neki. Fogadják szeretettel ezt a rövid összeállítást, és engedjék meg, hogy egyesületünk minden tagja nevében békés, szép és meghitt ünnepet kívánjak, bízva abban, hogy jövőre ismét személyesen találkozhatunk. Kedves ünneplők, a Hídember elé szeretnék pár gondolatot mondani az ünnep kapcsán. Amikor felkészültem a filmre, nagyon sok helyen megfordultam, levéltárakban, múzeumokban, és természetesen itt a környékben, lovardákban is. De felkészültem lelkileg is, és amikor Tihanyban az akkori apát, Korzelszky Rihád örömmel fogadott egy lelki hétre, hétvégére, elmondott egy történetet, ami nagyon tanulságos. Azt mondta, amikor majd nagyon ütnek ezért a filmért, hogy miért játszod el és miért úgy, akkor mindig jusson eszedbe, hogy nekünk még annak idején bencés diákoknak volt egy tanárunk, aki mindig az osztályt elvitte Budapestre. Nem történelem tanár volt. És mégis fontosnak tartotta, hogy a fiú, ugye oda fiúk jártak, fiú osztályait elvigye. Jó idő esetében fölvitte őket a Citadellára, rosszabb idő esetében a Halászbástyára, és a következő tanítást tartotta. Na gyerekek, az ott micsoda? Lánchíd tanár úr. Úgy van. Más néven Széchenyi híd. Úgy van. Építettette Gróf Széchenyi István. Úgy van. Átment rajta? Nem tudták a gyerekek. A gyerekek soha nem ment át rajta. Először Hajnau ment át rajta, Batthyány kivégzéséhez. De miért építette? Gyerekek nem tudták. Hát, gyerekek, fogadalomból, mert amikor huszártisztként Debrecenben értesült édesapja haláláról, igyekezett haza becsületes gyerekként Nagyszenkre. De éppen ott, ahol most a Lánchíd áll, ott volt egy pontonhíd, de azt a jégzajlás elvitte is. Mire hazaért, az édesapját eltemették. És akkor fogadalmat tett, hogy ilyen szamárság miatt, hogy jégzajlás miatt nem lehet átmenni a Dunán, még egyszer magyar gyerek ne késsen el az édesapja temetéséről, vagy az édesanyja temetéséről. Aztán mi van ott mellette, gyerekek? Tudományos akadémia. Úgy van, fiúk. Építettette Gróf Széchenyi István. Miből? Egy évi teljes jövedelméből indítatta el. Úgy van, fiúk. Mi van a híd alatt? Duna. Miért mutatom? Hát mert szabályoztatta Gróf Széchenyi István. Úgy van. És még mit? Balaton, Tiszát. Úgy van, fiúk. Mi van a vízen? Hát hajó. Miért mutatom? Mert a gőzhajózás Gróf Széchenyi Istvánnak köszönt. Úgy van, fiú. És az ott micsoda? Az ott talán a keleti pályaudvar. Úgy van, fiú. Miért mutatom? Mert Széchenyi Istvánnak köszönhető a vasúthálózat Magyarországon, annak elindítása és a gőzmozdony Magyarországra hozata. Úgy van, fiú. Az ott micsoda? Hát az egy gyár. Milyen gyársázok? Hát nem tudjuk tenni. Ha így mutatom, akkor ki? Milyen lehet? Ja, Széchenyi Istvánnak köszönhető a selyem hernyó Magyarországra telepítése, és a selyem behozatala, illetve a selyem gyártás. Úgy van, fiúk, az ott micsoda? Az ott egy malom. Miért mutatom? Hát mert az első henger gőzmalom Gróf Széchenyi Istvánnak köszönhető.
Úgy van, fiú. Az ott micsoda? Az ott egy bank. Miért mutatom? Hát nem tudjuk tanulni. Srácok. Hát Széchenyi István megírt micsodát? Hát a Hitel című írása, az nagyon jelentős volt, mondták a gyerekek. Úgy van, a Hitel című írása következtében az első magyar bank Gróf Széchenyi Istvánnak köszönhető. Mert nem mindegy, hogy a pénzünk milyen bankban van. Mert a külföldi bank a hasznot kiviszi, a hazai bank meg ittben termeli újra a pénzt, ha ilyen csúnyán is mondható. Az ott micsoda? Az ott a Nemzeti Múzeum. Miért mutatom, srácok? Hát az nem Széchenyi István tervezte és építette. Nem ám, hanem kicsoda? Nem tudjuk tanulni. Hát a papája. Volt kitű tanulni a gyereknek. És az ott micsoda? Hát az a Nemzeti Levéltár. Miért mutatom, gyerekek? Mert azt meg Gróf Széchenyi István építette? Nem, hanem kicsoda? Hát a papája, Gróf Széchenyi Ferenc. Volt kitű tanulni a gyereknek. Nos, srácok! Ez itt micsoda? Egy pénzérme. Úgy van, srácok, ki van rajta? Hát az a nem Széchenyi István, hanem ki? Kossuth Lajos. Úgy van, fiú. Na, srácok, ezt a pénzérmét megkapja az, aki megmondja, hogy mit hagyott hátra. Nem mindegy, hogy a hazáért élni, vagy a hazából élni. És az sem mindegy, ha hazáért élünk, hogy milyen alapokra helyezve. Boldog ünneplést kívánok mindenkinek!